Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Nyári gyerekek a Balaton parton, Kelemen kabátban. Király Viktor. Szulák Andrea. Dűvő zenekar. Welcome! Legyünk minél többen Kiskunhalas legnagyobb háromnapos szabadtéri rendezvényén, a Szüreti Fesztiválon. Felvonulások, koncertek, játszóházak, borudvar, étel, ital. Halasi Szüreti Fesztivál. Szeptember 7-től 9-ig Kiskunhalason, a főtéren. Három nap, három színpad, rengeteg program és sztár fellépők megkezdődött Halas legnagyobb rendezvénye, a Szüreti Fesztivál. Megyen a Halason, az értékekről és az összefogásról tanácskoztak a Torma János Múzeumban. Az időjárás feladta a leckét a gazdálkodóknak, de a kertbarátok így is különleges zöldségeket, gyümölcsöket állítottak ki. Elő kell keresni a csekkeket, közeleg a helyi adók befizetési határideje. Jó estét kívánok, a Halas Televízió pénteki hírműsorát látják. A hagyományokhoz hűen a hatalmas tömegeket megmozgató utcai futással vette kezdetét az immár 39. Halasi Szüreti Fesztivál. A délután folyamán kinyitottak a főtéri helyszínek is. Három nap, három színpadon nagyon sok program várja a látogatókat. Hangolnak a zenészek, péntek délután a Halasi Szüreti Fesztivál mind a három főtéri helyszíne kinyitott. A borudvar idén is a Városháza udvarában kapott helyet, és nem is kellett sokat várni az első vendégekre. Harmadik éve vagyunk itt a borudvarban, feleségem, sógornőm, anyósom, és akkor beszoktunk nézegetni, jó a műsor, meg hát szeressük ugye megkóstolni ilyenkor a borokat is. Végig szoktuk kóstolni, hát édes borokat, azokat szoktuk így iszogatni, ha mostan csak is borral kezdtük. De lehet abba is fejezzük be. Az, úgy, nagyon ügyes vagy, teker. Teker, teker, teker. Segítség? Ja, nagyon ügyes vagy. A Natura népi játszóházat is gyorsan birtokba vették a gyerekek. Itt többek között régi használati tárgyakat lehet kipróbálni. Van állatsimogató, és idén is van 7 próba érdekes állomásokkal, amit még a legkisebbek is igyekeznek teljesíteni. Ez az első, ugye tavaly még picinek gondoltam, de nagyon örülök, hogy így feltalálja magát, meg hogy megismeri, hogy régen milyen eszközökkel dolgoztak. Idén is van fotósarok, most egy öreg traktorral lehet fényképezkedni. Kitelepültek a kézművesek, és benépesült a Konflis Park, ahol ismét ott áll egy öreg fogat. Itt lengyel táncosok kezdték meg elsőként a színpadi programot. Rendszeresen kijövünk egy kicsit szétnézni. Szombaton felvonulás előtt, mert akkor még nyugisabb, és szeretünk nézelődni egy kicsit. Hát abban még a kedvenc programok, milyen jellegű eseményeket néznek szívesen? Hát a kirakodó vásár nekem elsősorban, meg műsorokból is, ami kedvünkre való, megnézzük. Ugye Szüreti Fesztivál szokott egy kis kóstolgatás lenni esetleg? Igen, hát de csak csinyával, mert nem vagyok annyira boros, tehát, de azért szeretem, hogy tisztán ugye egy deciket azért. Azt megiszom, tehát ott megkóstolom a jó bort, én is szeretem azért, de mértékkel. Még a kedvenc programjai, vagy mondjuk zenei stílusát, most lesz itt sokféle? Inkább ezek, én nagyon kedvelem ezeket a népi táncosokat bármelyik országból is, tehát megnézem, mert érdekel, mert ezek is, akik most vannak itt, ezek a szép ruháik, ezek pénzbe kerül, ide jönnek, szórakoztatnak bennünket.
szép dolog. Aki megéhezik, az is találhat kedvére való finomságot, még látványkonyhák is érkeztek a fesztiválra. Vasalt krumplilángossal készültünk, ez a hagyományos alföldi krumplilángossal. És ez mit jelent, hogy vasalt, hogyan készül? Hát miután megsütöm, megtöltöm mindenféle finomsággal, vasalóval összevasalom. És ettől lesz így vasalt krumplilángos. A fesztivál nagy színpada a főtéren található, itt a Rumba Gitána volt az első fellépő. Közben percről percre egyre többen érkeznek a fesztiválra, hiszen most indul csak be igazán a hangulat. Fehér Erika kolléganőm az imént ment ki a térre, és már is elmondja, mi mindent tapasztal, és mi várható még a nap folyamán. Köszöntöm a kedves nézőket, hát igen, egyre többen érkeznek ide a halas főterére, és én azt javaslom önöknek, hogy amint véget ér a híradó, keljenek útra önök is, és jöjjenek ide a központba, hiszen nagyon sok minden vár még ránk az este folyamán. Itt a főszínpadnál hamarosan befejeződik a Rumba Gitána koncertje, viszont elkezdődik a szüreti futóverseny eredmény hirdetése, majd 8:30-kor a nap fő koncertje a Kelemen kabátban. Közben a Borudvarban és a Konflis Parkban is egymást váltják a fellépők a színpadokon. A Borudvarban jazzes programok, a Konflis Parkban pedig népi és citara zenét hallhatnak. És ugye ez csak a mai nap, holnap jön a folytatás. A szombati napból talán kiemelném a szüreti menetet, ami délután 1 órakor kezdődik. Ahogy beérkezik a menet ide a főtérre, elkezdődnek a színpadi programok, illetve a halas televízió élő közvetítése. Szombaton is üzemel mind a három színpad és mind a három helyszín. A szombati napnak is lesz sztár vendége, mégpedig Király Viktor. Ő 9:30-kor lép majd színpadra. És akkor egy picit a vasárnapi napról. Délelőtt főként helyi fellépőket láthatnak, és vasárnap is lesz felvonulás, mégpedig a technikai menet, ami délután 2 órakor kezdődik. A halasi szüreti fesztivált pedig Szulák Andrea koncertje zárja, ami vasárnap délután 3 órakor kezdődik. Rengeteg program van, mindet nem tudom felsorolni, úgyhogy azt javaslom önöknek, hogy jöjjenek ki és nézzenek körbe itt a helyszíneken, illetve a részletes programkínálatot megtalálják a Halas Média internetes felületein, a Képújságban, a Halasi Tükörben. Kellemes szórakozást kívánok önöknek, és akkor visszaadom a szót a stúdiónak. Köszönjük szépen a beszámolót, most pedig egészen más témákkal folytatjuk. Mindent a közösségről címmel megyenapot és szakmai továbbképzést tartottak ma Halason a Torma János Múzeumban. A vendégek megismerhették Halas büszkeségeit, illetve oklevelet vehettek át a térség településeinek képviselői a helyi értékek érdekében végzett munkájukért. Értékőrzés, értékek átadása és a közösségek erősítése. Ez volt a mottója a megyenap kiskohalasi állomásának, mely egyben szakmai továbbképzést is jelentett. A Torma János Múzeum adott otthont a most induló és hagyományteremtő programnak. Folytatjuk a közösségépítést, és annak egyik válfajára képzeljük el azt, hogy csatlakozunk azokhoz a kulturális eseményekhez, amelyek a megyébe történnek, zajlanak. Hát most éppen Kiskunhalason a szüreti napok kategóriájába, és megyünk Majsára, Kiskunmajsára, valamint Tiszakécskére is. És ott szeretnénk bemutatni a megye azon értékeit, amelyek szerintem fontosak minden itt lakónak. Hiszen óriás ez a megye, óriás értékei vannak minden egyes településnek, és mi ezt szeretnénk fölkarolni, és közösségeket építeni minden egyes településen, hiszen volt egy felmérés a régebbi adatok szerint, és a tavalyi összehasonlítás szerint a Bács-Kiskun megyeiek boldogabbnak vallották magukat, mint az előző felmérés szerint. Na most a boldogságot szerintem nem pénzbe mérik. Nagyon sok mindent építünk a megyébe, utakat, óvodákat, iskolákat, kerékpárutakat és sok minden egyebet, de legalább annyira hozzátartozik a szellemi értékek építése is, és azt teresítjük. A megyenap halasi rendezvényére az egész térségből érkeztek vendégek, Halas polgármestere pedig fontosnak tartja, hogy a város is aktív részese legyen a megye életének, és bemutathassa értékeit. Nagyon örülök annak, hogy a Torma János Múzeum adhat otthont a mostani alkalommal ennek a megyei rendezvénynek, és tudunk beszélgetni azokról az értékekről itt a megyei szakemberekkel, amelyek a környezetünkben találhatóak, legyenek azok közösségek, iparművészeti kincsek, mint mondjuk a halasi csüpkénk, vagy mint a múzeumunk, mint egy helyszín. Úgyhogy ez egy jó lehetőség, én
köszönöm a megyének, hogy bennünket választottak, és különösen jó ez, hogy most a szület alkalmával kerül ez megrendezésre, hiszen így egymást is tudják erősíteni a rendezvények. Így most megyeszerte jöttek azok a szakemberek, akik egyébként az értékek felkutatását és kezelését viszik a mindennapokban. Így most ők Kiskunhalassal mélyebben meg fognak tudni ismerkedni, és ezen belül is a születi rendezvényünkkel is. A megye jelenleg 47 településről 235 értéket vett be a virtuális tárba, de a helyi értékek gyűjtése tovább folyik a településeken. A megyei értéktár elnöke köszönetképpen oklevelet adott át a térségbeli javaslattevőknek, helyi értékbizottságoknak. Halasról a szégyenkő, az izraelita temető, a református és a katolikus templom, valamint a csipkeház és a csipkevarró szobor az, ami most elismerést kapott. De Balota, Szank, Gátér, Pálmonostora, Bodoglár és Majsa értékei is kaptak oklevelet. A megyenap Halas után Tiszakécskén és Majsán folytatódott. Halason pedig tovább dolgoznak a helyi értékek védelmén, ez segíti a Szászór Szépföld Egyesület, és helyi védjegy bevezetését is tervezik. A Halasi Szüreti Fesztivál látogatói is találkozhatnak a megye értékeivel. Több sátor is várja az érdeklődőket a Natura Népi Játszópark és a fotósarok mellett. Itt bemutatkozik a megye turizmusa sokféle kiadvánnyal, illetve a térség nemzeti értékei, de vannak hungarikumokkal kapcsolatos játékok is. Az egyik standnál Szank helyi büszkeségeit lehet megtekinteni, ilyen például a kézműves konyak megy, de információkat is szívesen adnak a sátornál a településről. Szombaton pedig már Tázlár is becsatlakozik, ők is szeretnék bemutatni településüket. A főtéri szüreti fesztivállal párhuzamosan egy másik nagy rendezvény is van Halason. Már megkezdődött a Roma Kulturális Nap a Vásártéren. Délután 1:30-tól játékok várták a gyerekeket, a színpadi programok 6 órakor kezdődtek, egyből sztárvendégek érkeztek. Bódi Guszti és Margó szórakoztatta a szép számú közönséget. A velük készült riportot egy későbbi műsorunkban láthatják. Szeptember 8-án szombaton szintén a Vásártéren nemzetiségi szüreti fesztivál lesz. Itt 13 órától főzőversennyel kezdődik a program. Amíg a bográcsokban rotyog az étel, hagyományőrző csoportok lépnek fel. A 18 órára tervezett ünnepélyes köszöntők után pedig a nap sztárvendége Stefano szórakoztatja a közönséget. A Nemzetiségi Szüreti Fesztivál utcabállal zárul szombaton. A halasi kertbarátok idén is bemutatják a legszebb zöldségeiket és gyümölcseiket. Már ma meg lehetett tekinteni a közösségek háza udvarában berendezett terménykiállítást. A látogatók több olyan zöldséget, gyümölcsöt is láthatnak, mely a színe, formája vagy éppen a nagysága miatt különlegességnek számít. Mézédes szőlők, sárga és fekete paradicsomok, méteresre nőtt csilibokor, a csak egy napig és pont most nyíló kaktusz, és hosszasan lehetne még sorolni, hogy milyen helyben termett zöldségeket, gyümölcsöket és virágokat állítottak ki a halasi kertbarátok. Minden évben a szüreti fesztivál idején mutatják be az érdeklődőknek egész éves munkájuk eredményét, ami bizony jelentősen függ az időjárástól. Kihívás tulajdonképpen minden alkalommal ez, mert nehéz megtermelni, utána még nehezebb majdnem összeválogatni. De ha lenne szép termékünk, akkor tudtunk volna nagyon szép kiállítást összeállítani. Sajnos az időjárás az a termék minőségén nagyon nyomot hagyott. A téli fagy, meg a koratavaszi fagy, nyári aszály, hőség, mind-mind olyan mély nyomokat hagyott a gyümölcsön, zöldségfüléken, hogy nagyon nehéz szépet termelni most. Azért időjárás ide vagy oda, van mit nézni a Szatmári Sándor Kertbarát Egyesület sátránál, ami a Sétáló utcán a Közösségek háza udvarában látható. Süli Jenőné vezetésével rendezték be a kiállítást. Arra törekedtek, hogy össze lehessen hasonlítani az egymás mellé helyezett szőlő, vagy alma, vagy burgonya fajtákat, de több különleges termény is van, ami még nem elterjedt a kiskertekben és a piacokon. Nagyon sok szép terméket hoztak, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon rossz volt az időjárás, nagy szárazság volt, de nagyon sok szép terméket, főleg gyümölcsök, de azért vannak zöldségféleink, és vannak benne egy-két különleges darab is, ami nem nagyon jellemző a Halas környékére. Ott van az okra, az nem egy jellemző termék nálunk, az egy ilyen paprikaféle, amit sokféleképpen lehet használni.
az, ami nem nagyon van nálunk. Aztán nyilván a paradicsomok közé a sokféle színes paradicsom, nem csak a piros paradicsom, hanem a fekete paradicsom, a sárga paradicsom, most már ez is elterjed nálunk. A kertbarátok közül van, aki minden évben bemutatja terményeit, de például Rékasi László most először szerepel kiállítóként. Hoztam kontyosdiót, meg szőlőt, és hát ezek azok, amik jól sikerültek, úgymond az idén, és más termékeket sajnos a fagy és a különböző kártevők egyebek ostromolták, és hát nem tudtam igazán többet összehozni. De társaim nagyon sok szép dolgot hoztak, és én erre büszke vagyok az ő nevükbe is, hogy mégiscsak azért sikeres lesz ez a kiállítás, és nagyon szépen alakul. Amint vége a kiállításnak, a kertbarátok ismét munkához látnak, hiszen a növényekkel mindig akad valamilyen feladat. Jönnek az őszi munkák, kertásás, hát a gyomasz mindig jelentkezik, és állandóan a kert az gyakorlatilag egész évben művelést kíván, vagy így, vagy úgy. Koratavasszal már ugye indul a meccés, aztán a lemosó permetezés, ugye akinek szőlei a gyümölcse van, és egyebek, hát vannak ugye áttelelő növények is, ilyen a sóska például, azt is ugye gondozni kell, ápolni, meg hát a málnát, szedret, stb. Szintén sok-sok teendő van a kertben, kora tavasztól késő őszig. A kertbarátok várják a látogatókat a kiállításukra, a fesztivál szombati napján pedig az is kiderül, hogy kik nyerték meg a legszebb konyhakert verseny helyi fordulóját. Szeptember van, így lassan itt az ideje a csekkek előkeresésének. Szeptember 15-e a helyi adók második félévi befizetésének a határideje. A csekkeket még évelején az első féléviekkel együtt kézbesítették ki. A tapasztalatok szerint egyre többen rendezik márciusban egyben az egész évi adót, vagyis minden csekket egyszerre befizetnek, hogy később ezzel már ne legyen gondjuk. De aki ezt nem így tette, annak most jön el a határidő. A lakosság többségét a kommunális és a gépjármű adó érinti. Aki már nem találja meg a csekkjét, az a Városháza adócsoportjától vagy a portánál kérhet segítséget. Még nem késő jelentkezni. Egy kormányhatározat van arról, hogy 12 000 forintos természetbeni támogatásban részesül az a háztartás, amely nem kap gáz- vagy távhőszolgáltatási támogatást. Az igénylő lap már letölthető a kiskunhalas.hu oldalról, beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, valamint segítenek az igénylésben a cigány nemzetiségi önkormányzatnál is. A 12 000 forintnyi utalvány csak a tűzifára vagy egyéb fűtőanyagra vonatkozik, nem tartalmazza a szállítási és egyéb költségeket, ezt az igénylőnek kell szerveznie, rendeznie. Az igénylések beérkezési határideje október 15-e. Most egy-egy mondatban összefoglaljuk a nap legfontosabb híreit. Három nap, három színpad, rengeteg program és sztár fellépők megkezdődött Halas legnagyobb rendezvénye a Szüreti Fesztivál. Megye nap Halason, az értékekről és az összefogásról tanácskoztak a Torma János Múzeumban. Az időjárás feladta a leckét a gazdálkodóknak, de a kertbarátok így is különleges zöldségeket, gyümölcsöket állítottak ki. Elő kell keresni a csekkeket, közeleg a helyi adók befizetési határideje. Ennyi hír fért mai összefoglalónkba, most jön az időjárás előrejelzés, majd a napi mozaik, benne pedig a rumba gitán a nemrég elkezdődött koncertjéből mutatunk részleteket. Ne feledjék, egészen vasárnap estig Szüreti Fesztivál zajlik városunk főterén, figyelmükbe ajánlom szombati élő közvetítésünket, a 13 órakor induló felvonulásról és az azt követő eseményekről, akár a Halas TV-n keresztül, akár Facebook oldalunkon élőben tájékozódhatnak. Köszönöm mai figyelmüket, jöjjenek a főtérre, találkozzunk a 39. Szüreti Fesztivál eseményein, viszontlátásra!